péntekenként működik a piac Tolnán. A városháza szomszédságában álló területet mostanában csak néhány árus és az ő vevőik látogatják. A téma a legutóbbi testületi ülésen is napirenden volt. A város vezetői ugyanis azt tervezték, módosítanak a most még 200 forintot sem elérő helypénzen. Először emelkedésről, tehát először díjemelésről tettünk javaslatot, vagy edzőasszony tett javaslatot, mégpedig azért, mert nagyon-nagyon alacsony volt a díja ennek a piacnak, tehát azoknak a díja, a területhasználati díja, és arra gondoltunk, hogy addig, amíg nem lesz új piacunk, terveink szerint lesz egyébként. És innentől még érdekesebb a tolnai piac jövőbeni sorsa. A városházán ugyanis arra készülnek, hogy a TOP plusz támogatási rendszernek köszönhetően egy új csarnokkal bővülhet a település. Pályázni fogunk egy új piaccsarnok létesítésére. Addig pedig azt gondoltuk, hogy akkor legyen ingyenes. Valószínű, hogy a helyszín is változni fog, hiszen a jelenlegi helyszín nem alkalmas feltétlenül arra, hogy itt piaccsarnokot építsünk, mert hogy pici ez a hely, tehát keressünk más lehetőséget. Amíg pedig az új csarnok építéséhez szükséges pályázati anyag össze nem áll, igyekeznek a mostaninál több várost oda csalogatni, vagyis díjemelés helyett ingyenessé tették a helyeket. Nem kell fizetniük a zárusoknak, bár annyira alacsony volt a díj, mondom még egyszer, hogy nem gondolom, hogy ezt ráterhelték volna az árakban a vásárlókra, de hát így meg aztán nem is lesz mit ráterhelni. Vagyis Tolnán gőzerővel dolgoznak a piaccsarnok tervén, addig pedig, hogy a helyiek jó minőségű kistermelői áruhoz jussanak, még a helypénzt is elengedik, a már most is odajáró árusoknak.